Kedves nézőink! Önök a Nagy Dorog Televízió híradóját látják. Köszönti Önöket a hírolvasó, Kinnés Ági Olivia. A településünkön történt eseményekről, munkákról, beruházásokról és az előttünk álló időszak programjairól Borbéné Tőtősi Ágnes polgármestert kérdeztük. Üdvözlöm a tisztelt lakosságot, kedves nézőinket! Szeretnék Önöknek beszámolni az elmúlt időszak történéseiről és az aktuális kérdésekről. Paksi Járási Hivatal hűtsegédje április 12-én szerdán 13 és 15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére. Úgy néztem az értesítőből, hogy minden hónapban egyszer fog a kolléganő kilátogatni ide a Nagydorogi Önkormányzati Hivatalba. A szociális és gyámügyekbe fordulhatnak elsősorban a kolléganőhöz. Még egyszer mondanám, 2023. április 12-én, szerdai napon 13 és 15 óra között várja a kedves ügyfeleket. A kormányablak busza, helybe visszük az ügyintézést, szintén április 25-én fog Nagydorogra látogatni, 9 és 12 óra között itt az önkormányzati hivatal parkolójában várja a kedves érdeklődőket. Személyigazolvány, útlevél, jogosítvány, lakcímkártya, diákigazolvánnyal kapcsolatban nyugodtan fordulhatnak a munkatársakhoz. Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az óvodai beiratkozás 2023. április 25 és 26-án történik, reggel 7 óra 30 és 17 óra között a Nagydorogi Kossuth Lajos utcai óvodánkba. Szeretettel várjuk a kedves szülőket. Egy nagyon fontos és aktuális témáról szeretnék most beszélni. Az ingatlanokon lévő kutak, ásott és furt kutak bejelentésével és engedélyeztetésével kapcsolatban. Jelenleg 2023. december 31-e az a határidő, ameddig még bírságmentesen megtehetik az ügyfelek a bejelentést. Az engedély nélkül létesített ásott vagy furt kutak fennmaradási engedélyéről van szó. Az 1992. február előtti kutak esetében üzemeltetési engedélyt kell kérni, míg az 1992 után épített kutaknál fennmaradási engedélyezési eljárásról van szó. Többen érdeklődtek hivatalunknál személyesen, illetve telefonon, hogy hova kell majd benyújtani, melyik szervhez, ki engedélyezi a kutak létesítését, illetve az üzemeltetési és fennmaradási engedélyek kiadását. Fontos tudni, hogy alapvetően a legtöbb kitétel a jegyzői hatáskörre tartozik. Felsorolnám ezeket a kitételeket. Ha a kút nem ér karszt vagy rétegvizet, 500 köbméter per év vízigénybevétel alatti, épülettel rendelkező ingatlanonban magánszemély a kérelmező, házi ivóvízigény és háztartási igények kielégítését szolgálja. Nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Ez esetben a formanyomtatmányokat ide a Nagydorogi Önkormányzathoz a jegyző úr részére kell benyújtani. Amennyiben gazdasági célú vízigénynek minősül, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény, vagyis a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végeznek, abban az esetben a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani a nyomtatványokat. Felhívnám a figyelmet, hogy nem mulassza el a tisztelt lakosság a bejelentési kötelezettséget, mivel vízgazdálkodási bírságra számíthat az a tulajdonos, aki nem jelenti be az ingatlanán lévő ásott, illetve furt kutat. Az eljárás költségekkel jár, mert a benyújtáshoz olyan szakembernek az alátámasztott dokumentumai szükségesek,
akik viszont a tervezésért, felmérésért díjat fognak kérni. Felhívnám a figyelmet, hogy az önkormányzat felé, tehát a jegyző úr hatáskörébe tartozó vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás díj és illetékmentes. Tehát az önkormányzat felé csak a szükséges nyomtatványokat kell benyújtani. A kitöltendő dokumentumokat április 17-től az önkormányzat honlapjáról lehet letölteni, illetve személyesen átvehetők az önkormányzat épületébe és az idősek napközi otthonába. A kuta kérdésével kapcsolatban folyamatosan fogjuk tájékoztatni a kedves lakosságot. December 31-e a határidő, úgyhogy többfajta fórumon fogjuk informálni az érdeklődőket. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy elkezdődik az EMB összeírás, mely önbevallásos módszerrel történik. A héten a nagydorog újságot kijuttattuk a postaládákba, az újságban elhelyeztük a formanyomtatványt, melyet kitöltve szeretnénk, hogyha visszajutatnának augusztus 31-éig. Ide tartozó téma, hogy veszettség elleni kötelező oltás lesz április 17-én hétfőn 8 és 9 óra között a sportpályán, majd pótoltásra kerül sor 2023. április 24-én hétfőn 15 és 16 óra között a községháza udvarán. Kérném, tegyenek eleget a felhívásnak, mert a mulasztás pénzbírsággal sújtható. A kutyákkal kapcsolatban kérem a lakosságot az ebtartás megfelelő szabályainak betartására, hiszen több telefon hívás érkezik az önkormányzatunkhoz, hogy nem tudnak biztonságosan közlekedni a járdán, mert itt-ott kóbor kutyák zaklatják az arra éppen közlekedő lakosságot. Itt a tavasz, megkezdődtek a kerti munkák, nagyon sok lemetszett vesző van ugye az ingatlanoknál, és felhívnám a figyelmet a tűzgyújtási tilalom feloldására, hogy március 1-től április 30-áig nyugodtan, szabadon lehet tüzelni a helyi rendeletünk szerint. Reggel 6 és este 19 óra között természetesen a tűzvédelmi, levegővédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően. A 2023 évi zöld hulladék zsákokat április végén, május elején fogjuk kiosztani. A Vertikál Kft. Ezt a tájékoztatást adta az önkormányzatnak. Természetesen, ha megkapjuk a Vertikál Kft-től a zsákokat, akkor azonnal értesíteni fogjuk a lakosságot. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy új szelektív hulladékedényeket fogunk kapni. A Vertikál Kft. Már át is vette, és Pakson a telephelyén vannak az edények. Április végén, május elején fogják kiszállítani ide településünkre. Március 24-én sikeresen megrendezésre került a nagydorogi bor és pálinka verseny. 37 bor mintát és 36 pálinka mintát nyújtottak be a tisztelt termelők. Bízom benne, hogy ez a szép hagyomány továbbra is folytatódik évről évről itt a településünkön. Közmunkás csapatunk megkezdte a közterületeknek a rendbetételét, elkezdődött a fűnyírás, és kérném a lakosság segítségét, hogy a saját kis portájuk előtt mindenki, hogyha van eszközük és teheti, akkor vágja le a füvet, segítsék a munkánkat, hiszen nem nagy létszámmal dolgozik ez a kis közmunkás csapat. Ezen kívül felhívnám a figyelmet a szemetelésre. Nem győzzük a településen összeszedni a szemetet, 10-15 zsákkal szedünk össze keddenként és péntekenként, és ez igen nagy terhet ró az önkormányzatra, hiszen ezt folyamatosan el kell szállítassuk. Legyen településünk minél gondozottabb, igényesebb, és figyeljünk a környezetünkre, ezt kérném a kedves lakosságtól. Elérkezett a húsvét ünnepe,
Minden kedves nagydorogi lakosnak, nézőinknek áldott, békés, húsvéti ünnepeket kívánok, nagyon jó egészséget. Kívánom, hogy ez a hosszú hétvége nyugodtan és szeretetben teljen el családai körébe. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Ennyi volt mai híradónk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, nézzék műsorainkat!